Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Megállapítom. Mindenki bekapcsolta? Nem. Kapcsoljátok be, legyetek szívesek. Nyolc. Megvagyunk. A Judit nem kapcsolta. Jó, Judit nincs. Jó, akkor nyolcan vagyunk jelen. Mindenki előtt ott van a napirend. És a napirendben én két változtatást szeretnék javasolni. Az egyik a 2-es, a másik pedig a 25-ös napirendi pontot. Azt levenném. Ebben még további egyeztetések szükségesek, ezért ma ezt nem tárgyalnánk. Aki ezzel a változtatással elfogadja a napirendeket, azt kérem nyomja az igent. Igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Első napirendi pont, beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Mindenki előtt ott az előterjesztés, ez a 167 hetes számú. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Nincsen, akkor szavazunk a határozati javaslatról. Nyolc igennel elfogadtuk, köszönöm. A következő a 3-as számú napirend, a pátyivóvíz töltővezeték nyomvonaláról. A gazdasági bizottság tárgyalta, és volt egy más javaslata, de hogy őszinte legyek, én legalábbis nem vagyok előbbre ezzel sem. Igazából egy laikus képviselő mi alapján dönti el, hogy most egy ilyen nagy volumenű beruházás milyen nyomvonalon menjen? Ezt tudna erre nekem valaki válaszolni? Mert értem én, hogy a tervező az nyilván megpróbálta először a legrövidebb utat, amin a tározóhoz föl lehet nyomni, de ez mind a kettő szinte főútvonal, amit hát nem szívesen javasolnánk. És éppen ezért, hogyha más úton lehetne, akkor én azt várnám el a tisztelt tervező úrtól, hogy tegyen javaslatot, hogy mik azok a lehetőségek, hogy merre vezessük el ezt a nyomóvezetéket, vagy töltővezetéket, nem nyomóvezeték, és annak milyen feltételei vannak. Tehát ha erre vezetnénk, akkor az ennyibe kerül, ilyen feltételei vannak, ilyen határidő, tehát egy csomó olyan dolog kellene, amihez nyugodtan tudjunk dönteni, én legalábbis most csak a magam nevébe beszélek, de lehet, hogy más képviselő is így van, hogy kérném, üljön már ide, legyen szíves az asztalhoz, és akkor mondja el, hogy ön szerint, tehát egy ilyen tanulmányterv. Igen, azt is lehet. És akkor mindig oda fordítjátok a mikrofont, aki beszél, jó? Tehát, hogy röviden mondja már el, legyen szíves, hogy van-e erre lehetőség, hogy egy, nem tudom, hogy ezt tanulmánytervnek hívják, vagy mi a neve, de egy picit több információ kellene nekünk ahhoz, hogy ebbe valamilyen döntést tudjunk hozni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr! Igazából a töltővezetéknek a nyomvonalát én előzetesen az üzemeltetővel közösen jártuk be, hogy milyen verziók és milyen lehetőségek vannak. Azt is figyelembe véve, hogy ennek a vezetéknek ahhoz, hogy A pontból B-be, tehát a maga a vízműtelepről
el tudjunk jutni a tározóhoz, hely kell. Tehát lehetőség szerint egyenesen, és megfelelő, ahol van hely, úgy ott tudjunk végigmenni egy nagy D280-as, tehát 28 centi átmérőjű töltővezetékkel. Ez a vezetéken nem lesznek leágazások, vagy nem terveztünk leágazásokat, hanem gyakorlatilag ez a maga a tározónak a töltésére irányult volna. Tehát ezért alakult ki ez a három nyomvonal. Illetve később, amikor a képviselő úr megkeresett engem, hogy egy másik nyomvonalat is nézzük meg és vegyük figyelembe. Hozzáteszem, bár az egy hosszabb vezetékről van szó, egy csöppet más jellegű plusz koncepciót is magába foglal az a vezeték. Ez a fajta igény nem merült fel. Ugyanis annak a vezetéknek, a 4-es verziónak annyival többlet lehetőség merül föl benne, hogy későbbében a település további fejlődése érdekében, majd látom, ott vannak későbbiekben telekosztási lehetőségek, tehát arra terjeszkedik a település. A későbbiekben annak a területnek a vízellátásának a biztonságát fokozottan fent lehet tartani. Ez már ugyan meghaladja ugye a vízműtelepről, tehát a tranzitvezetéktől, a vízműteleptől a Bánya utcai tározóig történő töltővezetéknek a feladatkörét, tehát ez egy kvázi plusz feladatot is kapna ezzel a vezetékkel, de ezt ugye az üzemeltetővel is beszéltünk, tehát lehet, hogy ők még többet tudnák mondani. Én ugye azt tudom kiszolgálni, amilyen igények jelentkeznek nálam, tehát hogy többletigényként bármi plusz jelent, akkor abba az irányba is el tudunk menni. Az biztos, hogyha a három nyomvonalról, hogyha mondhatnék pár szót, ugye a korábbi vezetékekkel kapcsolatosan, vagy korábbi verziókkal kapcsolatosan, ugye volt az egyik a Rákóczi utca és a Somogyi Béla utca, föl a Bánya utca, illetve egészen elérve a tározóig. Ez ugye a főút lett volna, ez, hát ha jól tudom, ez ugye KPM útas területről van szó, tehát ott, és tele van közműve, két odat közműellátottsága elég sűrű, tehát itt ez esetben valószínűleg, hogy az aszfalt útba is bele kellene menni, bele kellene bontani, ott ugye a KPM-mel kellene majd egy harcot vívni, hogy milyen és milyen feltételekkel is hogyan engedélyezi egyáltalán azt, hogy bele lehessen menni, valószínűleg előírja a teljes aszfalt szőnyegezést, illetve a lámpás irányítást, erőteljesebb táblázásokat, rövidebb kiszakaszolásokat, és úgy lehetne feljutni a Bánya utcáig, és akkor Bánya utcán pedig gyakorlatilag, ami ugye egy aszfaltos utca, keskeny utca, aszfaltos utca, de annak is a bontásával gyakorlatilag a tározóig el tudnánk jutni. A másik két verzió, ami az egyik ugye a Kossuth utca, és a Pince sor mellett Burgundia, ha jól tudom, köszönöm szépen. Tehát Burgundián keresztül jutnánk el a Somogyi Béla utca kereszteződésén, keresztül át a Bánya utcára. Itt igazából itt is előjön az, hogy valahol bár szélesebb az utca, és nem olyan nagy forgalommal rendelkezik, de hogyha zöldsávba szeretném menni, akkor egy rendezett zöldsávhoz kell hozzányúlni, ott viszont ugye a fák nyomvonala okozhat problémát, illetve megint csak az, hogy erőteljes közműellátottság van, tehát ott is esetleg a közműkiváltások még a kivitelezés során még előfordulhatnak, amit ugye előre nem nagyon lehet látni, csak akkor, amikor a kivitelezés megkezdődik, és annak a folyamata végig megy. Illetve van még egy rövidebb verzió, amikor a Kincsem közön keresztül a sétál, ha jól tudom, az egy sétáló utca, tehát egy díszburgatos utca, ott a közműellátottság szennyvíz, illetve elektromos vezeték, légvezeték van, illetve egy szennyvizes vezeték szalad át, tehát ott elvében könnyebben tudnánk haladni, illetve mivel egy kiselemes burgatról van szó, annak a helyreállítása talán könnyebb lehet, de ott is ugye rámegyünk a Kossuth utcára, illetve a gyenge pontja ennek a nyomvonalnak, a 2-es és a 3-as nyomvonalnak, ugye a Pince sornál, ott szűkül be nagyon az utca, és a közművenek a védőtávolságok, épületektől a védőtávolság adott esetben védőcsövek beépítésével lehetséges. És akkor jött ugye még a 4-es verzió,
Ja, illetve bocsánat, még a többire vonatkozóan, ugye mi vagy aszfaltba, hogyha aszfaltot bontunk, azzal azért mindenféleképpen egy számolni érdemes, bármelyik kivitelezőnek ugye előírjuk a tömörítést, illetve annak az ellenőrzését, tehát a műszaki ellenőr hiába fogja ellenőrizni. Azt azért tudni kell, hogy a talajszerkezetek utókonszolidáció miatt későbbiekben süllyedhetnek. Akár 5-8 év múlva is erre gyakorlati példákat is tudnék most felhozni, tehát nem a garanciális időszak alatt történik ez, és a megsüllyedések után pedig ugye az aszfalt javítás, vagy nyomvonalasan állítjuk helyre, aminek ugye megint egy picit olyan nem jó vetülete van, vagy pedig teljes aszfalt szőnyegezéssel, akkor pedig megint egy későbbi történet jön el. Tehát ezért jó az, hogyha a közműveket mondjuk adott esetben vagy zöldsávba, vagy pedig még az útépítés, aszfalt útépítés előtt helyezzük a föld alá. Legyen az bármilyen közművezeték. És akkor jött ugye a 4-es verzió, akkor kezdtünk el ezen gondolkodni. Ennek van pro és kontra érvek. Egyrészt az, hogy kétségtelen, hogy hosszabb maga a vezeték. Ez dominánsra lehet látni. Viszont van ennek egy olyan lehetősége is, hogy nem főút mellett megyünk, illetve az aszfaltbontások sem jelentősek ezen az útvonalon. Ugye ezt tudni kell, hogy ha a burkolatban visszük a vezetéket, akkor a burkolat alatt a közmű ágyazat környékén a teljes talajcsere történik. Tehát a teljes talajcsere azt a rengeteg mennyiségű földet egyrészt el kell szállítani, másrészt pedig oda homokot kell vinni. Ez mondjuk a csatorna építésnek egy olyan legalább 45-50%-át jelenti pluszba, tehát a talajcsere esetén ez egy jelentős többletköltséget jelenthet, illetve attól függ, hogy honnan lehet szerezni homokot, tehát olyan megfelelő tömöríthető homokot. Illetve annak a körvezetéknek, de lehet, hogy ezt az üzemeltető még jobban tudja mondani önöknek, meggyőzőbben el tudja mondani önöknek, csak ugye mivel ott vannak a településnek az új osztásai, adott esetben az új osztásnak, illetve annak a területnek a vízellátásának a biztonságát lehet ezzel növelni, bizonyos szakaszpontnál leágazva, megcsapolva azt az egy pontot, illetve még későbbiekben még tározó, de lehet, hogy ezt az üzemeltet, ezt még precízebben el tudná mondani, ezt a fajta vonalat. Okosabb lettem, de nem vagyok teljesen meggyőződve, hogy még most is tudnék olyan döntést hozni, ami biztosan jó lesz. De hallgassuk meg a képviselőket, mert hárman is jelentkeztek. Szabó István, parancsolj! Köszönöm. Szerintem képviselőként számunkra, amit figyelembe kell vennünk, az van két-három nagyon fontos szempont. Hát az egyik a költség természetesen. Mibe kerül nekünk ez? A másik pedig, ami szerintem legalább ennyire fontos, hogy hol zavarjuk legkevésbé, hogy úgy mondjam, a forgalmat, a lakosokat, a közlekedést. Ez szerintem legalább ennyire fontos, és ilyen értelemben a hosszú távú következményekkel is érdemes számolni, amit mondott is a tervező úr, hogy bizony sajnos, hogyha mi aszfaltbontásba kezdünk ilyen főutak, vagy nagyforgalmú utak, vagy legalábbis olyan, mint a Kossuth-Lajos utca itt előttünk, ami viszonylag szépen rendbe aszfaltozva van, akkor az számíthatunk arra, hogy ez soha, hát legalábbis nagyon sokáig nem lesz ilyen szép, hogyha ehhez hozzányúlnak. És én ezért nem javasolnám azt, hogy de erre kellene nekünk azért, hogy úgy mondjam, egy konkrétabb számítás, hogy mennyibe kerül, hogyha egy ilyen aszfaltozott útvonalon viszik föl ezt a töltővezetéket, illetve mi van akkor, hogyha valóban a 4-es változat, ez tulajdonképpen dupla olyan hosszú, mint ez a legrövidebb változat, de végül is nagy rész sehol nincsen aszfalt,
ez kétségtelen, viszont ennek is megvannak a háti, mint utóbb, hát nem utóbb, hát én ezt mindig is tudtam, hogy ezen a nyomban, ugye ezt beszéltük meg, ugye telefonon beszéltünk pénteken, azt hiszem, nincs jelentősége. A lényeg az, hogy ezt úgy nagyjából én találtam ki, de ennek is megvannak azok a veszélye, hogy igazából ez még nem mindegyik közút. Tehát ugye ezek mostani olyan a szerkezeti szabályozási tervet kapott területek, ahol most fog kialakulni, vagy ezután a következő években fog majd valamikor az önkormányzat tulajdonába kerülni ezek az utak, tehát ennek ez a hátránya, hogy ez esetleg hátráltatja, meg nehezíti ezt a történetet. Úgyhogy én azt akkor tudnék jobban dönteni, egyrészt azt tudom az, hogy a lakosságot az, meg a közlekedőket kevésbé zavarná ez az útvonal, ott is lesz zavarás persze, mert ott is közlekednek az emberek, de azért jóval kevesebb, mint mondjuk egy főút. Tehát az, hogy igenis a költségeket, hogy lássuk, hogy mennyibe kerül, mert ugyan most itt a Zsolt nekem itt az előtt beszélgettünk, mondott egy összeget, hogy ennyi meg annyi 1000 forint per méter, folyóméter, na de hát nem mindegy az, hogy egy aszfaltozott úton visszük ezt és számoljuk a folyómétert, vagy pedig egy nem aszfaltozott földúton. Jó, köszönöm, én befejeztem egyelőre. Köszönöm szépen. Hát ugye a polgármester úr megismételte azt, amit én a gazdasági bizottságnak az ülésén egyébként elmondtam, pontosan ugyanezt, hogy egyszerűen nem vagyunk kellő információk birtokában a tekintetben, hogy egy megfelelő, felelős döntést tudjunk hozni, hiszen itt ugye látunk 3, illetve plusz 1 nyomvonalat, de hát ugye én azért azzal is szeretnék tisztában lenni, hogy esetleg ez a töltővezetéknek a telepítése, kivitelezése, ez milyen kockázatokat rejt magában, akár egy kivitelezési problémánál, vagy később, amit ön is elmondott, egy útburkolat süllyedésnél, ugye ez az ott élő lakosokat milyen módon érinti. Illetve hát ugye melyik verziónak milyen költsége van, hiszen oké, hogy itt most csak a tervezésről beszélünk, de hát előbb-utóbb ugye el fogunk jutni a kivitelezésnek a szakaszában is. És hát most azért nem állunk olyan túlzottan fényesen, és azért nagyon meg kell gondolni azt, hogy mire mennyit költünk, és hát ugye ez a víziközmű fejlesztés, ez mindig egy nehéz dolog, hiszen ez egy óriási pénzmennyiséget igénylő fejlesztés. Úgyhogy én is azt szeretném látni ahhoz, hogy érdemben tudjunk itt döntést hozni, hogy egyrészt műszakilag melyik verziónak mi az előnye, mi a hátránya mind a 4 szempontból, vagy mind a 4 verzió esetében, illetve hát a költségvonzat. Itt ugye nyilván majd az üzemeltető véleményére is kíváncsi vagyok. Én azt gondolom, hogy mindenképpen látnunk kellene ilyen költségszámításokat mindegyik verziónál, és akkor a testület én azt gondolom, hogy akkor tud dönteni, hiszen mi abszolút laikusok vagyunk, nyilván mondom, egyikünknek sincs vízügyi mérnöki végzettsége, hogy ebben döntsünk, viszont a felelősség a miénk, úgyhogy én jobban szeretném, hogyha ez jobban elő lenne készítve a döntésre. Köszönöm. Köszönöm. Én nem is így a műszaki oldalról közelíteném meg, hanem ugye, mint képviselő a Pistával egyetértve, ugye a falu életét kell figyelembe venni. Én mondjuk műszaki ember vagyok, tehát sok ilyet láttam már ilyen csőfektetéseket. Ugye elképesztően sok föld jön ki ilyenkor a ugye, 1 méter 20-as gödröt, 1 méter vagy 60 centi széles gödröt kell ásni, az ott megjelenik a főúton. Tehát itt tulajdonképpen nem is a költség itt az első rendülé, hanem a falu élete. Hogy ott most hát egy jó pár hét, vagy inkább több hónapra is ott állnak ezek a földhegyek a főúton, azért ezt el kéne kerülni mindenképpen. A másik, hogy ja, szó volt arra, hogy esetleg megcsapolni az új telkek környékén. Most végig mindig arról volt szó, hogy ezt már nem csapoljuk meg, ezt csak töltővezeték. Itt ez egy kérdés. Bocsánat, elnézést, akkor erre az...
De akkor itt fölmerül az, hogy ugye akkor ez nem magasan van, tehát nincs nyomása, akkor ott egy szivattyútelepet is kell létesíteni. Ez 80 méter emelő magasságban, tehát 8 máros töltőnyomás van benne. Jó, de ha a tározót csinálunk a környék, ott egy tényeken, akkor az nyomás alatt van végig, az a tározó? Addig, amíg töltjük, igen, utána egyszerűen elzárjuk egy elektronikus tolózára. Szerintem a Zsoltán megmondom, hogy ha nem elég magasan van, hogy gravitációsan utána... Igen, tehát akkor már... De zárjuk, az a mellapban van egy szint. Ilyen égdüllőből ugye a mézesítén nem folyna fel a tározóból a víz. Viszont itt a falu rendebb részében rá tudta segíteni. Hát van egy statikus nyomása. Ez a töltővezeték arra lenne alkalmas, hogy nem csak a Bányai utcai medencét tudná tölteni, hanem az önkormányzat vagy testület úgy dönt, hogy máshol épít egy tározót, jelesül arrafelé valamerre. Akkor egy Y-elágazás és elektromos tolózárakkal tudnánk vezérelni, hogy mikor melyik tározót töltse. A víz megoldás meg az, hogyha annyira elfogyna a víz, hogy ezt a töltővezetéket egy nyomáscsökkentőre rá tudnánk rakni valamelyik ellátóvezetékre, és ezzel még tudnánk biztosítani vizet, hogy ha ilyen válsághelyzet történik. Nem fog történni, de ha mégis, akkor lehetőség. Tehát ebben a csőben nagyon sok lehetőség van, hosszú távon. Most csak tehát a töltővezetéket kéne megszavazni és megépíteni, de utána ezt több célra lehetne majd használni. Hát akkor ez is amellett szól, hogy ez a négyes verzió, ez a... Egy tipikus olyan kérdés, hogy nem a legrövidebb út a legjobb, hanem a legjobb. Nyilván nagyon sok kellemetlensége járna a három rövidebb út, és sokkal kevesebb kellemetlensége lesz, és sokkal több lehetőség van benne. Igen. Mi azért nem javasoltuk. Csak egy gyors kérdés, amikor arról beszélünk, hogy ez a hosszabb nyomvonal, ez többbe kerül, akkor az pusztán abból a számításból van, hogy egy méter ennyibe kerül, tehát ha több méter, akkor többbe kerül. De bocsánat, csak itt nincs benne az, hogy az aszfaltot föl kell törni, majd vissza kell aszfaltozni, gondolom ez. Mert ha így nézzük, akkor lehet, hogy még nem is annyival, vagy nem is sokkal drágább. Meg a lakosoknak a problémái, meg a kiváltások, meg ilyenek. Tehát az 1-es-3-as verziót azt nagyjából 150 ezer forint per folyóméterben lehet kalkulálni. Ennél részletesebb költséget nem tudunk adni, mert akkor ugyanolyan mértékben meg kéne tervezni, mint egy ajánlati tervet. A másikat olyan 100-120 ezer forint per folyóméterben pont abból fakad, hogy a kevesebb a keresztező közmű, az aszfalt helyreállítás, tehát amit a képviselő úr kérdezett. Még egy mondat, hogy pontos árat a tervek elkészülte után lehet, és az anyagárak ismeretében, mert naponta változik minden anyagnak az ára. Tehát ezért mondtam azt, hogy a rövidebb szakaszoknak magasabb a fajlagos kivitelezési költsége, azok olyan 150 ezer forint per folyóméter körül, a hosszú szakasznak, mivel egyszerűbb megépíteni, kevesebb a keresztező közm, olyan 100-120 ezer forint között van folyóméter, de mivel hosszabb, ezért az összes költség viszont magasabb. A pro-kontra előnyök, a falu élhetőségi plusz, meg megvitattuk az előbb. Köszönöm, az aszfaltozás, akkor mindig nincs benne. De igen, tehát a... Igen, tehát ezek a fajlagos költségek helyreállítása, de ennél részletesebbet nem tudok mondani, mert akkor ugyanolyan szinten kéne megtervezni, mint egy engedélyes terv. De ez a hasznosabb a falunak, mert ez már 280-as vezeték. Ugye most az ellátóvezeték 200-as, és azzal töltünk, és azzal látjuk el a falut. Ez 280-as, ami azt jelenti, hogy minimálisan is 4000 köbméter per napot ki tudna szolgálni, ami most olyan 2400 köbméter csúcsidőben. A dolgot. Azt kizárnak tartom, hogy a főútvonalon vezessünk bármilyen csövet. És a Kossuth Lajos utcát sem javaslom, mert ez a két utca az, amelyik nagyjából a falunak a két fő utcája.
és ezt próbáljuk meg annak utána nézni, hogy ezen a két nyomvonalon kívül milyen lehetőségek vannak, és azok mennyibe kerülnek, és hogy jön ki. És szerintem erről most kár is többet beszélni, az biztos, hogy nyilván ez is pénzbe kerül, mert ez nem a tervezés maga, hanem csak egy előkészítő tanulmány, gondolom. De ha a tervező úr megmondja, hogy ez mennyi, akkor rögtön meg is tudjuk szavazni, hogy ezt szeretnénk megcsináltatni. Most Kovács Ferenc még ezzel kapcsolatban? Parancsolja. Köszönöm szépen, abszolút egyetértek. Egyrészt nyugodtan még lehet javasolni alternatívákat, hogy mi az, ahol még ezt meg tudjuk csinálni. És én továbbra is a költséghatékonyságot mondom, amellett is, hogy figyelembe kell venni itt a képviselőtársaim által elmondottakat, de én nagyságrendet szeretnék tudni. Mert itt ugye szó volt róla, hogy a negyedik verzió az 50-60%-kal is drágább lehet akár, hogy ez oké, nem tudjuk, mert napi árak vannak most már mindenhol, de hogy mégis ez maga a kivitelezés az azért 100 milliós, 200 milliós, 300 milliós vagy 10 milliós. Na hát jó, csak én most nem tudom, hogy mennyi a folyóméter. Csak egy nagyságrendre azért én kíváncsi lennék, hogy itt dobálózunk a számokkal, de hát azért jó lenne tudni itt egy becsült nagyságrendet. 300 millió. Jó. Pista? 480 millió forint. Egy mondatot még hozzátennék, hogy kerül, amibe kerül, vagy bármennyibe kerül. Most időbe szólunk, hogy el fog fogyni a víz. Tehát ha záros határidőn belül nem születik döntés, és nem lesz olyan töltővezeték, ami a falu biztonságos vízellátását tudja biztosítani, akkor nálunk is előfordulhat 2-3 éven belül olyan dolog, mint Solymáron vagy más településen. Most még már el tudjuk látni a falut. Idén, jövőre nem lesz probléma, de később lehet. Most 200-as csővel készítettem? Ja, nem, a zellátó az a 200-as. Na, én a következőt javaslom, legyen szíves tervező úr, mondjon nekem valamit, hogy körülbelül ez a tanulmányterv mennyibe kerülne. Azt tudom mondani önnek, hogy most én nem tudok mit mondani, mert engedje meg, hogy akkor megnézem, hogy akkor pontosan milyen lehetőségek vannak, és annak függvényében. Tehát most nem a tanulmányterv összege lesz itt a döntő, de nem szeretnék most. Akkor én azt kérném, hogy egy hét múlva legyen szíves jutassa el nekünk, vagy egy héten belül, és akkor utána el fogjuk dönteni, hogy akkor mi. Csak a lényeg az, hogy olyan nyomvonal tervekről csináljanak tanulmánytervet, ami számunkra elfogadható, nem a két fő utca, tehát azt felejtsük el, azon kívül bármelyik, lehet ez a negyedik is, ami most a leghosszabb, bár ennek a végén a Mézesegyen ott láttunk olyan akadályokat, ami szerintem ezt is kizárja, tehát valahogy ott lehet, hogy más nyomvonalon kellene vezetni, de minden esetre próbáljuk meg ezt így. Ha van két lehetőség, az is tökéletesen megfelelő, de azt, hogy körülbelül mennyibe kerülhet, milyen feltételei vannak, mi az előnye, mi a hátránya, ezeket ha megtennék, akkor,
akkor előbbre leszünk. Jó? Köszönöm szépen. Pista, akartál még van? Nem, jó. Akkor szerintem erről nem is kell, vagy kell határozatot hozni? Hát, ha ezeket nem kívánjuk, akkor lehet az is, hogy egy új jövőt. Jó. Tehát most ebbe a szellembe, amit mondtam, akkor tegye meg. Ha megvan a javaslat, akkor utána újra tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Köszönjük. Jó. Következő napirendi pont, szándéknyilatkozat idősek nappali ellátásáról. Ez a 182-es előterjesztés. A Levendula Senior házzal volt eddig a idősek nappali ellátására vonatkozóan szerződésünk. A Levendula Senior ház megvételre került, az Olajág otthonok fogja ezután üzemeltetni, és kértünk tőlük ajánlatot, hogy csinálják-e továbbra is az idősek napközi ellátását. Ők 10 főig 400 ezer forint finanszírozást kértek. A javaslat az, hogy 6 hónapig kössünk ugyanezekkel a feltételekkel megállapodást, és 6 hónap múlva majd felülvizsgáljuk, hogyha esetleg többen mennek, akkor változtatunk rajta, ha nem, akkor megmaradna továbbra is ez. Vagy csökkenthetünk is, így van, hogyha ennél kevesebb. Most 4-5-en veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Kérdés, Szabó István, parancsolj. Köszönöm. Igazából csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye eddig ez az otthon, ez nem kimondottan ehhez tartozik, de azért jó megjegyezni, hogy tulajdonosváltás történik, és eddig ez az otthon, ez nem tartozott a szociális törvény hatálya alá. Most ez az Olajág, nem tudom, otthon, ez most a szociális törvény hatálya alá tartozik, amint számomra kiderült legutóbb. Köszönöm. Hát ez minket annyiban nem befolyásol, mert... Az igaz. Jó, hát majd meglátjuk, most egy új féllel kell megismerkednünk ebbe az esetbe. Na, Jető asszony, parancsolj. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez az idősek otthonára vonatkozik, tehát az eddigi nyugdíjas házból lesz valóban szociális törvény hatálya alá tartozó idős otthon, de a nappali ellátás az eddig is a szociális törvény hatálya alá tartozott, tehát amivel mi vagyunk szerződésben, de valóban a másik otthon tekintetében lesz egy továbblépés, és itt a nappali ellátással kapcsolatban csak annyit, ugye a határozati javaslat azért ilyen szűkszavú, és nincs mellette szerződés, mert jelenleg még folyamatban van a nappali ellátásra vonatkozóan a működési engedélyezés, tehát ahogy ez megtörténik, utána tudunk szerződést kötni. Az idős otthoni ellátás viszont már augusztus 1-ével indul náluk. Köszönöm. Köszönöm. Ha nincs több kérdés, akkor van egy határozati javaslat. Aki támogatja, az nyomja az igen. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. Az 5-ös számú napirendi pont a Benedekelek utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója. Hát a Benedekelek utcából, amikor hirtelen lezúduló esők jönnek, mindig jönnek a panaszok, hogy igazából nincs elvezetve a víz, befolyik a házakba. Ezt szeretnénk most valahogy megoldani. Az első lépése az, hogy árajánlatokat kérünk be a csapadékvíz elvezetésére, méghozzá 3 részletbe,
az első részlet a legrosszabb terület, a Benedekelek utca és a József Attila utca sarkától. A Mocsai utcáig. Igen. Na most itt a, nem tudom, a gazdasági bizottság, ja, erre nem volt különösebben vélemény. Itt a műszaki tartalom, amit leírtunk. Én egyébként a becsült értékre, a bruttó becsült értékre kevesebbet írnék, teljesen mindegy, hogy mit írunk rá, úgyse élethű, mert minden nap drágább, de jobb, ha kevesebbet írunk. Úgyhogy én arra 30 milliót javasolnék. Szabó Pista, parancsolj! Köszönöm szépen. Bármennyire is, ahogy én tudom, erre a költségvetésünkben nem volt előirányzat, jól mondom. Én elég kevés esélyt adok most arra, hogy nekünk erre lesz forrásunk. Ezt tudom, hogy ünneprontó bizonyos értelemben, de bocsánat. De én ebben a helyzetben kérjük be, az árajánlat nem kerül semmibe, kérjük be, de én nem látok most esélyt arra, hogy erre lesz forrásunk. Köszönöm. Hát én azért javaslom azért, hogy megkezdjük, mert először is, ha bármilyen pályázat megjelenik, ahol lehetne részt venni, akkor esetleg már tudnánk igénybe venni. És hát mindenképpen el kell kezdeni ennek a megoldását. Tehát széttárni a kezünket, és azt mondani az ott lakóknak, hogy nem tudunk megoldást, ez nem jó. Kovács Feri? Hát sajnos egyet kell, hogy értsek a Szabó Istvánnal, hogy persze meg kell oldani, de mérlegelni kell, hát nagyon sok olyan dolog van, amit meg kell oldani a faluban. Ez nyilván az egyik a sok közül. Azzal egyetértek, hogy kérjünk be ajánlatokat, de én azt gondolom, hogy itt jelen gazdasági helyzetben igenis mérlegelni kell az, hogy egy fő kell állítani egy sorrendet, hiszen vészesen fogy a tartalékunk is, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon meg kell gondolni azt, hogy mire költünk. Persze a másik érv az, hogy csak még drágább lesz, és ugye miért várunk, de azt gondolom, hogy össze kéne rakni azt a fejlesztési tervet, ami nem tűr halasztást, hogy ez belefér-e ebbe, vagy nem, azt én nem tudom. De sajnos nem olyan a helyzet, egyetért a Istvánnal, pedig én ugye nagyon támogatom az ilyen jellegű infrastruktúrális beruházásokat, de nem rózsás a helyzet, úgyhogy nagyon-nagyon meg kell mindent gondolni. Vigyük le 30 millióra, azzal egyetértek, kérjük be az ajánlatokat, aztán lehet, hogy olyan ajánlatok érkeznek, hogy még a közbeszerzési értékhatárba se fogunk beleférni. Minden esetre kötelezettséget ne vállaljunk, az ajánlatok után tudunk erről dönteni, illetve nézzük meg a költségvetést, hogy mink van. Erről szól ez a napirend. Na, ha nincs több hozzászólás, akkor aki egyetért a határozati javaslattal, azt kérem szavazzon igennel. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. Hatos számú napi rend, a Rákóczi út 39 ingatlanul fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről. Az hanyas, ez a 191. Tota Javni, a másik fél, akivel tulajdonban vagyunk, közös tulajdonban, tett egy ajánlatot, mert jelen pillanatban bírósági tárgyalás van ezzel kapcsolatban. Tett egy ajánlatot, ez van most ott előttünk. A gazdasági bizottság azt javasolta, hogy egy új értékbecslést csináljunk, amit mind a két fél el tud fogadni. Na most a bírósági ügy ez pont itt tart, hogy a bíróság elrendelte egy bírósági szakértő
értékbecslését, tehát én azt gondolom, hogy külön ezért most nem kell nekünk keresni, hanem egyszerűen megvárjuk, amíg ez a szakember mond valamit, és akkor majd meglátjuk, hogy az alapján el tudjuk-e fogadni az ajánlatát, az újabb ajánlatát, vagy pedig akkor, ha nem, akkor pedig a bíróság tovább, a bírósági ügy tovább folytatódik. Kovács Ferenc tessék. Köszönöm szépen, így van. A gazdasági bizottságnak az ülésén elmondtam én is azt, hogy ugye van egy tavalyi 2021-es értékbecslés, ugye 29 millió 400 ezer forint értékben határozta meg. Ugye ez nyilván már nem lehet aktuális, ilyen értékbecslés alapján nem is tudunk döntést hozni. Itt ugye benn volt a tulajdonos társ, és mindenképpen próbált gyorsan valami egyességet kötni, de hát hál' Istennek azért résen voltunk. Úgyhogy valóban a perben a bíróság kirendelt egy igazságügyi értékbecslőt, akkor várjuk meg, nem tudom, ügyvéd úr, hogy hogy áll az az ügy, vagy mikor várható, de hát most úgyis jön az ítélkezési szünet, úgyhogy azt gondolom, hogy az ősznél előbb nem várható. Várjuk meg, aztán utána lehet beszélgetni a tulajdonos társal, hogy akkor mégis mi a reális érték, és akkor ki kit vásárol ki. Ha pedig ugye nem jutunk dőlőre, akkor értelem szerint majd a bíróság másfél-két év múlva, vagy amikor éppen dönt, akkor meghozza közös tulajdon megszüntetéséről a döntést. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy nem kell kapkodni ebbe az ügyben. Várjuk meg azt, hogy jelenleg mi az ingatlannak a reális piaci értéke, és utána tudunk alkudozni, vagy egyeztetni a másik féllel. Köszönöm. Jó. Akkor ha nincs több hozzászólás, akkor az egyes határozati javaslatról döntsünk. Azzal a módosítással, hogy így szólna, hogy a Pátyközség önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Pátyrákóczi út 39 ingatlanon fennálló tulajdon közösség tárgyában Tota Javni benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, várjuk a bíróság további döntését. Ha időközben a értékbecslés alapján esetleg egy újabb ajánlatot ad, akkor arról úgy is újra kell majd dönteni. Jó, aki ezzel egyetért, az kérem nyomja az igen. Jó, köszönöm, 8 igennel elfogadtuk. 7-es számú napirendi pont, dr. Sönek Attilával megkötendő település rendezési szerződés elfogadásáról. Igen, itt volt egy módosítás, vagy kettő is, azt hiszem, egy pillanat, mindjárt mondom, én beírtam az enyémbe. Igen, a 6. pontba, hogy belekerült, hogy hulladékmentesen értékesítjük, és a 5. pont 5-ös számú része pedig kimarad, mint törvényszéki illetékesi. Nem, hanem az került be, hogy a Békés úton nem Tehát akkor azt mondja a jegyzőasszony, hogy nem, hogy igen, kimaradt, és ehelyett bekerült az, hogy a szerződő felek arra az esetre, ha vitájukat a jelen szerződés szerint Békés úton nem tudják rendezni, úgy az esetleges peres eljárásra vitájukat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt rendezik. Jó. Akkor ezzel a két változtatással, aki elfogadja a szerződést, azt kérem nyomjon igent a határozatra. Köszönöm, 8 igennel megszavaztuk. Igen, a következő a Szabolcs Zoltánnal megkötendő településrendezési szerződés elfogadása. Itt is a gazdasági bizottság azt kérte, hogy a hasonlóan az legutolsót, amit felolvastam, hogy kerüljön bele. Azon kívül más javaslat nem volt. Kérdés van-e? Nincs. Akkor szavazunk.
igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. 9-es napi rendi pont, a 3029/6-os helyrezi számú földrészlet, ez a cukorborsó étterem tulajdonosának átminősítési kérelméről. Már évtizedek óta nincs rendezve ez a terület, ugyan étteremnek használják, de most szeretné a tulajdonos, illetve az üzemeltető, hogyha rendeznénk. Ennek az első lépése, hogy telepítési tanulmánytervet kell készíteni, és a település rendezési szerződést is ezzel egy időben elkészíteti, aztán utána majd döntünk a feltételekről. Kérdés van-e? Nincs. Szavazunk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. 10-es számú napirend, a Füzespatak és a Kossuth utca egy részének geodéziai felméréséről. Hát ezt mivel tudjuk, hogy a pataknak ez a szakasza szintén nincs rendezve, és most már évek óta készülünk, hogy ezt rendbe tegyük, ezért kértünk árajánlatot földmérőktől, hogy a patak pontos helyének a kimérését megtegyék, és erre ez a Kétely Nagy Sándor, a TerraVox BT földmérője adott egy kedvező ajánlatot, és a Biai úttól a Kossuth utcai átereszig ezen a területen szeretnénk a pataknak a pontos helyét kiméretni. Kérdés van-e? Ha nincs, akkor szavazunk a határozati javaslatra. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. 11-es számú napi rendi pont, közétkeztetési szolgáltatás megrendelése című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szól. Kiírtuk a közbeszerzést, a közétkeztetésre egyetlen egy ajánlat jött be, a Hungaszt Vitel Kft. Ajánlata, ami eddig is szállította a ételt. Ebben van valami? Nincs. Bizottság nem. Akkor más dolgunk nincs, mint hogy elfogadjuk. Így van. Jó, kérdés nincsen, akkor indítható a szavazás. Nyolc igennel megszavaztuk. Köszönöm szépen. 12-es számú napi rendi pont, a 177-es a száma, fedezett biztosítása a Págy 070 helyrajzi számú ingatlan státuszának rendezésére. Itt is kértünk be földhivatali, illetve földmérőtől ajánlatot. Ez a Somogyi utcának a legelején van egy bizonyos rész, ahol hát át kell minősíteni az út egy részét. Ez a hangos számú 12-es. Jó, kérdés van ezzel kapcsolatban? A bizottsági ülésen eléggé kitárgyaltuk ezt. Horváth Gábor földmérő fogja végezni. Nincs kérdés, akkor szavazzunk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. 13-as napi rendi pont, ez a 178-as.
fedezet biztosítása a Pátyi 017/9 helyrajzi számú ingatlan egy részének megvásárlására vagy kisajátítására. Tessé? Igen, ez a Bóbita utca vége. Itt igen, van egy bizottsági módosítás, mégpedig a következő képen a Pátyközség önkormányzat képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 017/9-es helyrajzi számú ingatlan 667 négyzetméteres részének megvásárlásához vagy kisajátításához 667.000 forintot biztosít. A megvásárláshoz szükséges összeget az általános tartalék keret terhére. Jó. Ugyanis az eredeti határozatban több volt, de a módosító javaslat szerint először próbáljunk meg ezt. Jó, van-e kérdés? Nincsen, akkor indítható a szavazás. Most itt a második, az nem érdekes, ugye? Csak a határozati javaslat. A másodikban is van egy határozat. Ez a kisajátítására, tehát ez azt jelenti, meg kell ezt szavazni. Ezt is? De ez azt jelenti, hogy de akkor itt is ki kell... Igen. Jó. Tehát akkor a kettes... A másodikat, most ő a második. Igen. Ott is az összeg. A kettes határozati javaslatnál is kijavítjuk a 1.600.000 helyett a 667. És még ez hangzott el a bizottsági ülésen, hogy 15 napos válaszadási határozat belül szavazta meg a bizottság, hogy igen, tehát minden ugyanaz, csak bele lett írva a második napirendi pont, második határozati javaslatnál 15 napos válaszadási határidőt is tegyük bele. Jó, akkor először a másodikról szavazzunk, indítható a szavazás. Igennel megszavaztuk, és akkor van a harmadik. Ez így nem tartott, nincs módosítás. Ez igen, itt, de itt összeg se volt. Igen. Jó, a harmadik így marad, ahogy van. Erről is szavazzunk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. Van a 14-es számú napirend, ez a 179-es, a 1073/3-as és a 1074/5-ös helyrajzi számú ingatlanok státuszának rendezése. Ez a Gulyon-Richárd utcában lévő terület. Ezzel kapcsolatban nincs. Jó, akkor nincs kérdés, akkor szavazzuk meg a határozati javaslaton. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. 15-ös számú napirend, 0109/47-es, a 0109/48-as és a 0116-os ingatlanok közút, illetve a 0116-os úthoz való csatlakozásához ez a két terület hozzáadása kell. Ez a komposztáló mögötti terület. A bizottság nem tett javaslatot. Határozati javaslaton nem változtatunk, akkor szavazzunk. Egy tartózkodás és 7 igennel megszavaztuk, köszönöm. 16-os napi rendi pont,
lakásbérleti szerződés megkötése a Pátyi 340-es helyrezi számú ingatlanra. A 340-es helyrezi számú ingatlan az a rendőrségi szolgálati lakás, amit... 168. Ja, 168, nem mondtam? Jó. Amit most jelen pillanatban a rendőrség nem tud kijelölni lakót, ezért úgy döntöttünk, hogy ha itt helyben van valami megoldás, akkor azon el fogunk gondolkozni. Most jelen pillanatban egy kérvény jött Herman Gábor rendészeti vezetőtől, hogy vásárolt itt Pátyon egy ingatlant, és ki kellett költözzön a budapesti lakásból, és amíg beköltözik, az két hónapra szeretné igénybe venni. Nem tudom, ezzel kapcsolatban volt valami? Nem. Jó. Hát én javaslom egyébként, azokkal a feltételekkel, amikkel a rendőrségnek is kiadtuk. Van-e valakinek kérdése, vagy más javaslata? Nincs, akkor aki egyetért a határozati javaslattal, azt kérem, nyomjon igent. Nyolc igennel megszavaztuk, és már itt mondom, hogy van egy következő jelentkező, az iskolába tanít egy pedagógus, aki miután kiürül a két hónap múlva, akkor szeretné majd ő szolgálati lakásként használni, de ez majd természetesen akkor behozzuk. 17-es számú napirendi pont, Rákóczi út 11 és ingatlan hasznosítása, 183-as a száma. Ez az a ingatlan, amiben a Tintér Gabi lakott, ezt a közösségi háznak raktárként kijelöljük, és erről szól ez a határozati javaslat. Aki egyetért vele, nyomja az igen. Kovács Feri. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban én azt szeretném megkérdezni, hogy ez az ingatlan milyen állapotban van, hogy lehetne ezt esetleg későbbiekben szociális bérlakásként megtartani, mert oké, hogy most itt ez a határozati javaslat, de elég kevés ilyen ingatlanunk van, ahol, hogyha bármi adódik, vagy történik, vagy akár valaki rászorul. Itt én nem tudom, hogy ennek most, tehát hogy milyen állapotban van, igazából az lenne a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban tud-e nekem valaki tájékoztatást adni. Köszönöm. Hát én mondok neked tájékoztatást. Nagyon lelakott állapotban van, tehát most a alapítványnak is elég sokat kell ráköltenie, hogy valahogy tudják használni. Egyébként meg a mellette levő lakásba is laknak, de szeretnénk, hogyha abból is kiköltöznének, és mind a kettőt a közösségi ház tudná használni, mert hihetetlen sok dolgot ajánlanak föl, ahol nem tudják tárolni, úgyhogy mind a két lakásra szükség lesz, és abban mi már lakót nem szeretnénk soha többet. Úgyhogy egyenlőre ennyi. Jó, akkor szavazzunk a határozati javaslatról, aki elfogadja, igennel szavaz. Egy tartózkodás és 7 igennel megszavaztuk, köszönöm. 18-as számú napirendi pont, ez a tagbölcsőde átalakításáról szól. Igen, módosító javaslat volt a gazdasági bizottság részéről, hogy ne 45 millió forintot tegyünk erre, hanem csak 30-at, hát akkor kevesebb lesz.
reméljük, hogy így lesz. Ezen kívül nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése, nincs, akkor ezzel a változtatással szavazzuk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. 19-es napi rendi pont, ez a 169-es dédelkedő bölcsőde alapító okiratának módosításáról. Az első határozat a módosításról szól, és a második pedig a egységes szerkezetbe való befoglalásáról. Van-e kérdés? Nincs. Akkor először az egyes határozati javaslatról szavazzunk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. És akkor most a kettes határozati javaslattal. Nyolc igennel ezt is megszavaztuk. 20-as számú napirendi pont, ez a 175-ös, a dédelgető bölcsőde többletfeladatainak finanszírozásáról szól. Ahol most a tartalékból 29,5 millió forintot biztosítunk a Igen. A bizottságnak nem volt javaslata, van-e valakinek kérdése? Nincs, akkor szavazzunk. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm szépen. 21-es napi rendi pont. Ez a 176-os művelődési ház, község és iskolai könyvtár számára pótelőirányzat biztosításáról 2022 évi kulturális feladatokra, a hátralevő feladatokra. Igen, itt a, hát először is a művelődési ház vezető egy 15 milliós összeget szeretne, amire a bizottság tett javaslatot, az 7,5 millió forint. Ezzel nagyjából én is egyetértek. Van-e más javaslat? Kristóf Sarolta parancsolj. Jó, köszönöm a szót. Itt mind a két bizottság tárgyalta, a jóléti is. A jólétinél nem merült föl kérdés. Én a gazdasági bizottságin nem voltam, ezért kérdezem, hogy ez a javaslat, ez miért lett ennyi, mivel hogy a jólétin nem merült föl kérdés. Hát igen, egyszerűen csak azért merült föl. Egyébként én ott voltam ugye a jólétin, és egy kicsit csodálkoztam, hogy csont nélkül így átment ez a dolog. És csak azért merült fel mert egyszerűen látjuk a költségvetésünket. És most a dédelgető bölcsődére ugye azért csak kiment, hát az első körben úgy volt, hogy majdnem 80 millió forint, most abból is húzogáltunk le, lehet, hogy ennek semmi értelme nem volt egyébként, mert hogyha meg kell csinálni, és nem látjuk előre, hogy mennyiért, tehát lehet, hogy még ki kell fizetni a 80 milliót, vagy nem tudom mennyit ott az átalakításokra. Ugye ott 15 milliót húztunk, 45-tel jött be, és aztán 30-ra. Tehát egyszerűen csak ennyi oka van. És már én emlékszem, korábban beszéltünk már nem hivatalosan, tehát ilyen informális ülésen, és akkor azt mondtuk, hogy azért próbáljuk már megcsökkenteni valamit, és ehhez képest jött ez a 15, akkor is 15-tel jött már, ugye, az informálison. És én azért csodálkoztam, hogy a jóléten senki nem szólt. Én nem akartam szólni, mert nem külsős, tehát abban a bizottságnak nem vagyok a tagja, de a gazdasági bizottságon pont a gazdasági okokra hivatkozva csökkentettük.
tudom, hogy ez nem szimpatikus, meg nem túl kedvező, meg kell nézni, melyik azok a programok, amik egyáltalán beleférnek majd, és mi az, amit esetleg el is kell hagyni. Úgyhogy csak ennyi volt az oka, vagy csökkentett költségekkel kell megrendezni. Köszönöm. Köszönöm. Igen, én szoktam ilyen népszerűtlen javaslatokat tenni, de most nem vagyok ezzel egyedül, mind a polgármester úr, mind Szabó képviselőtársam ugyanezt javasolta. És nem azért, mert nem szeretjük a kultúrát, vagy nem szeretnék támogatni, hanem egész egyszerűen be kell látni, hogy milyen gazdasági helyzetben vagyunk, és a kultúrának is össze kell sajnos kicsit húznia magát. Már itt most a művelődési ház költségvetéséről beszélek. Nem szívesen teszünk ilyen javaslatokat, de egész egyszerűen ezt a képviselőtársaimnak föl kell fogni, hogy milyen helyzetben vagyunk, és kőkeményen, amit lehet, költségeket meg kell fogni. Én se szívesen fogom ezt így megszavazni, de meg fogom szavazni, mert egész egyszerűen nincsen rá keret. Bárcsak lenne, de azt gondolom, hogy nincs, úgyhogy egyetértek polgármester úrral és egyetértek Szabó Istvánnal. Jó, köszönöm a szót. Én tényleg sajnálom, hogy ott a bizottságon ezt esetleg nem tárgyaltuk ki, de tudomásul veszem, hogyha ez így van. Csak nyilván az elmúlt két évben egyáltalán nem voltak rendezvények. Ha nem akarunk a hagyományos rendezvényeinkről lemondani, akkor nyilván ezek most többe kerülnek. Az, hogy a struktúráját majd átgondoljuk, vagy a minőségét, vagy az összetételét átgondoljuk, az a jövőre vonatkozóan. Én azt javasolnám, hogyha... Tehát ha ne a felével, de hogy a 10 millió forintot adjuk oda. A költségek emelkedése. Az eredeti tervtől én átnéztem az éves tervet, amire azt mondtuk annó, hogy nem kap, majd kap májusban, majd kap két részletben. Az eredeti éves tervtől nem tért el a kultúrház. És tehát a költségek most ezt mutatják, valóban el lehet gondolkodni, hogy melyik kisebb rendezvényt tartsuk meg, de a civilizációt azt gondolom akkor a sikere van, hogy azt mindenképpen jó minőségben kellene megtartani, nem beszélve arról, hogy vendégeket is fogunk fogadni, nyilván a testvérvárosból, egyebekből, tehát igazából át kell gondolni nyilván a rendezvények szerkezetét, de most én egy 10 millió forintot javasolnék a 15 helyett. Az teljesen természetes, hogy a Jóléti Bizottság többet szeretne, ez egyértelmű, és az is természetes, hogy a Pénzügyi Bizottság meg nem akar adni. Ezen én nem csodálkozom, de hát valahol a középutat meg kell találni, úgyhogy most akkor szavazzunk. Először fölteszem szavazásra azt, amit a Sári mondott, hogy aki egyetért a 10 millióval, az nyomjon igent. Öt nem, három igennel. Teljesen egyértelmű, akik a Jóléti Bizottság tagjai, ők nyilván igennel válaszoltak. Akkor marad az eredeti, illetve eredeti módosított javaslat, a 7,5 millió. Egyébként csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem gondoljuk, hogy el kéne hagyni különböző programokat, hanem egyszerűen valahogy kevesebb pénzből megvalósítani. Én tudom, hogy nagyon nehéz, mert már olyan árak vannak ilyen szinten is, hogy van, amit nem lehet, de próbáljuk meg. Jó, akkor szavazzunk, indítható a szavazás. Egy tartózkodás és 7 igennel megszavaztuk. Köszönöm szépen. A következő a 22-es napirendi pont, a 173-as, ahol hát volt egy hiba a utca elnevezésnél, nem pontosan így kellett volna, ezt most jegyzőasszony kijavította, és nem merte
testületi döntés nélkül kijavítani, úgyhogy most akkor hozunk egy határozatot. Aki egyet ért, az nyomja az igen. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. 23-as számú napirendi pont. Döntés a Pátyolt Budakeszivel összekötő kerékpárút tanulmánytervének a árajánlat kéréséről. Itt arról van szó, hogy Budakeszi önkormányzata is szeretné, hogyha Pátyolt összekötő út, kerékpárút készülne. Ennek első lépése, hogy egy nyomvonaltervet és egy árajánlatot kérjünk kerékpárútra vonatkozóan, és ennek az első lépése ez a határozati javaslat, amiben egy szintén elírás volt, hogy a összekötő bicikliút helyett összekötő kerékpárutat írunk be. Akkor szavazzunk róla. Nyolc igennel megszavaztuk, köszönöm. A 24-es számú napirendi pont, 189 a száma. Egyszerűsített eljárással megkezdett HÉSZ módosítás véglegesített tartalmának kiegészítése. Itt arról van szó, hogy amit a múltkor hoztunk a HÉSZ-be szigorítást, azt szeretnénk kiterjeszteni a Jenei dűlő területére is, mert akkor ez kimaradt. Kovács Feri, tessék! Köszönöm szépen. Igen, hát itt a testületnek talán most már közös a célja a tekintetben, hogy ezeket a lakosságszám növekedéseket próbáljuk egy kicsit kordában tartani, és ez a napirendi pont is ezt szolgálja. Én egyébként nagyon szeretném, hogyha majd eljutnánk oda, hogy az új fejlesztési részeken, amikor ugye tárgyalunk majd, ami folyamatban van a befektetőkkel, hogy egy telekre egy lakóépületet lehessen felhúzni, egy lakást pontosabban, tehát be kellene fejezni ezt az ikerházas dolgot, mert az lesz, mint a mostani lakópark fejlesztések kapcsán, amit ugye látunk az Árpád utcában. Ez nem helyes irány, úgyhogy én nagyon végtelenül örülök, hogy a képviselőtársak is ebbe az irányba mennek, és teljes mértékben támogatom ezt az előterjesztést. Aki egyetért vele, az kérem nyomja az igent. Nyolc igennel megszavaztuk, 26-os napirendi pont, a 190-es. Ez zárt ülés, úgyhogy köszönjük szépen azoknak, akik itt voltak.